Üdvözlök mindenkit a Videodrom csatornán, ismét olvasói egy epizód, mégpedig a Rettegés a felhők felett című novella gyűjtemény, melyet Bev Vincent, illetve Stephen King válogattak össze. A kötet központi témája a repülés, és összesen 19 novellát találunk benne. A gyűjteményben nagyrészt olyan alkotások szerepelnek, melyek már megjelentek valahol, kivételt képez Stephen King, illetve Joe Hill novellája. Nos, először is leszögezném, hogy az ilyen novella gyűjteményekkel általában problémát jelent az, hogy a legtöbb írás nem ugyanolyan színvonalú. Ebben az esetben sincs ez másképpen, bár úgy fogalmaznék, hogy a legtöbb novella igen kiemelkedő színvonalú, és csak egy-kettő volt, ami nekem nem tetszett. Ha ránézünk a borítóra, egyetemen feltűnhet, hogy elsősorban Stephen King nevével szeretnék eladni nekünk ezt a kötetet. Nos, természetesen ennek meg is van az oka, hiszen a híres író válogatta össze, hogy mi is legyen a gyűjteményben. Mivel ismerjük Stephen King munkásságát, felmerülhet a kérdés, hogy vajon a kötetnek mi is a műfaja. Persze azonnal rávághatnánk, hogy horror, de egyáltalán nem ilyen egyszerű a helyzet. A Rettegés a felhők felett rengeteg rémisztő sztorit tartalmaz, de találhatunk benne olyan történetet is, melynek központi témája a történelem, vagy éppen a filozófia. Pont ezért úgy fogalmaznék, hogy aki kedveli Stephen King munkásságát, annak mindenképpen érdemes benevezni a gyűjteményre, de nem csak horror rajongóknak. Minden egyes novelláról nem szeretnék beszélni, azért maradjon valami meglepetés akkor is, hogyha valaki megvásárolja a könyvet, de azért néhány kedvencemet kiemelném. Lehet, hogy egy kicsit furcsa, hogy pont ezzel kezdtem, de két novella számomra nagyon kiemelkedő volt. Az első egyértelműen számomra a gyűjtemény legjobb darabja, ez Joe Hill írása, Az irányítás átadva. Ha szigorúan a panelekhez ragaszkodunk, akkor ez sem feltétlen egy horror sztori, inkább egy világvége vízió. Ami fantasztikusan működik benne, hogy mindössze 30 oldalas, ennek ellenére az író rengeteg karaktert mozgat és dolgozza ki őket. Számomra nagyon jól működött, hogy a különböző típusú karakterek hogy dolgozzák fel a lehetséges világvége kibontakozását. A másik darab Stephen King írása. Ezzel kapcsolatban volt egy olyan érzésem, hogy King kisújból kirázta ezt a sztorit, de még így is fantasztikusan működik. Amit még kiemelnék, az Rodal novellája, ugyan ennek a műfaja leginkább önéletrajzékletésű és nem sok köze van a horrorhoz, de emellett nagyon jó sztori. A már említettek mellett van olyan történet, mely egyértelműen horror, de olyan is, mely inkább a krimire hajaz. Mindenképpen azoknak javaslom a kötetet, akik nem feltétlenül horrort akarnak olvasni, inkább izgalmas írásokra vágynak. Maga a kötet kialakítása nagyon szép, egyébként nem túl vastag, így viszonylag gyorsan végig lehet olvasni. A könyvet köszönöm szépen az Európa kiadónak, és ahogy már megszokhattátok, a leírásban találhattok egy linket, ahonnan be tudjátok szerezni. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!